Ismét 1000 alatt maradt itthon a napi új koronavírus fertőzöttek száma. Egy nap alatt 844 pozitív esetet szűrtek ki. Életét vesztette 56, többségében idős krónikus beteg, az aktív fertőzöttek száma viszont folyamatosan csökken. Közben ma is holnap újabb, több mint 36 ezer ember beoltásához elegendő Pfizer vakcina érkezik az országba. Oltják az egészségügyi dolgozókat a nyíregyházi kórházban, a többség már a második dózist kapja. Országszerte rendben halad az oltás, de a tervezetnél lassabban, mert az uniós beszerzésből kevés vakcina érkezik. Az első orosz szállítmány viszont már nagyobb mennyiséget tartalmaz majd. Február elejére várható is mintegy 300 ezer ember beoltására lesz elegendő. Rúsvai Miklós virológus az M1-en azt mondta, az orosz és a kínai védőoltás egyaránt biztonságos. Fel kell használni adott esetben az orosz és a kínai vakcinát is, ez iránt ne legyen senkinek kétsége, mint ahogy számos más Európai Uniós ország is, sőt maga az Európai Gyógyszerügynökség is fontolgatja, hogy ugyanúgy fölveszi a listára az orosz vakcinát is és a kínait is. Ez csak tárgyalások függvénye. A Sputnik védőoltást már több millióan kapták meg a világon. Tömegesen oltanak vele például Szerbiában, és a szakemberek eddig semmilyen negatív reakciót nem tapasztaltak. Nem szabad fanyalogni azért egy oltóanyag kapcsán, mert az esetleg keletről származik. A tudományos tényeket kell figyelembe venni. Az engedélyezett oltások védenek a különböző variánsok, így a brit és a dél-afrikai mutáció ellen is, ezt Kis Zoltán virológus mondta, hozzátéve, ha pedig szükséges lesz, akkor a gyártók rövid idő alatt módosítják az oltóanyagok összetételét. A vírusokban bekövetkezik olyan szinten, és annyi mutáció, hogy ez már az eredeti vírusra adott immunválasszal kapcsolatban már nem nagyon tud az immunrendszer mit kezdeni, annyira új neki, akkor bizony a vakcinákhoz is hozzá kell nyúlni. Már csak nem 150 ezeren kapták meg a koronavírus ellen injekciót itthon, közülük a második dózis több mint 8 ezeren. A harmadik körben a 89 év felettiek következnek. A leghatékonyabb és a legbiztosabb módja annak, hogy megszerezzük a védettséget, az maga az oltás. Ez vonatkozik saját magunkra, családunkra, de vonatkozik természetesen Magyarország népességére is, amikor a nyájimmunitást szeretnénk létrehozni, amivel a járvány terjedését végérvényesen meg tudjuk állítani. Versenyfutás az idővel, hogy legyen mielőbb biztonságos és hatásos vakcina, hiszen minden nap számít, a legfontosabb az emberi élet mentése. Erről már a Külgazdaság és Külügyminisztérium államtitkára beszélt az M1-en. Mentzer Tamás kiemelte, a kormány mindent megtesz azért, hogy biztonságos oltóanyagot szerezzen. A hosszú távú megnyugtató megoldás csak a vakcina lehet, és a vakcina is, ezért kell nekünk vakcinát beszerezni, biztonságos és hatékony vakcinát, illetőleg amellett, hogy minden élet számít, minden munkahely is számít, a magyar gazdaság napi 10-15 milliárd forintot veszít a járvány miatt, ezzel kapcsolatban is nyilván a megoldás a vakcina lesz, tehát vakcinát kell akár keletről, akár nyugatról beszereznünk. A napi új megbetegedések száma közben 1000 alatt maradt, egészen pontosan 844 pozitív esetet szűrtek ki vasárnap. Elhunyt 56, többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, kicsivel több mint 105 ezeren vannak jelenleg. Kórházban pedig 3814 koronavírusos beteget ápolnak.